Dedeka és Ferdinánd jól megfért ma Karcagon a morgó csárdában. Mautnál Zsófival beszélgetünk, hiszen ön volt ennek a mai napnak a háziasszonya. Mit is jelent az első szó? Mert a Ferdinándot azért tudjuk, de mit jelent a Dedeka? Én is most tanultam meg. Ugye a gömböcleves volt ennek a mai menünek az egyik fogása, és Jászladányi Hentes mesternél jártam, ugye vele is készítettem ennek a programnak a keretében egy interjút, és ott tudtam meg, hogy gyakorlatilag ez a kis gömböc, ami egy hurka töltelék tulajdonképpen betöltve, ez a Jász vidéken Dedelkának hívják. És akkor jött az ötlet, hogy akkor ha már úgyis ez egy ilyen különleges alkalom, akkor házasítsuk össze a Kun és a Jász konyhát, így lett Dedelka és Ferdinánd. És hát volt már egy sajtó bemutató, és meghívtak nagyon sok olyan termelőt, aki a saját területén ismer, de megyeileg még nem biztos. Gondolom, hogy ez is a célja volt ennek a mai rendezvénynek. Így van, ugye azt látjuk, hogy egyébként úgy egy-egy településen belül, meg egy-egy falun belül azért olyan elég aktívak szerintem a termelők, összejárnak, sokszor vannak ugye falunapok, ugye itt a környéken is azért minden specialitásnak van saját fesztiválja, de azt látom, hogy azért megyei szinten lehetne sokkal erősebb az összefogás, az együttműködés, és itt nagyon büszke vagyok rá, és nagyon boldog vagyok, hogy össze tudtuk hozni ugye a különböző településekről a termelőket, úgyhogy most itt együtt egy asztalnál ültünk ugye Nagykörűről, Jászladányból, Tiszaörsről, Tiszaszent Imréről, Karcagról, Beregfürdőről, nem tudom, kit Mezőtúrról, így van, tehát hogy tényleg ez egy olyan jó kis közös nagy ebéd volt. És mi a következő lépés? Tehát most megvolt az ilyen dolog, de azt gondolom, hogy ezt utána egy picit tovább kell gondolni, hiszen készül egy megyei adatbázis is ezekről a termelőkről. Így van, ugye ez most az első lépés volt tulajdonképpen, és mondhatni, hogy ez egy ilyen kísérleti jellegű program volt, hiszen úgy tudom, hogy ilyen ebédre még nem került sor, úgyhogy én remélem, hogy a hivatallal közösen még lesz arra alkalom, hogy kitaláljunk még hosszú távon is jó pofa ötleteket. Ugye ez egy nagyon friss esemény volt, szerintem picit más, mint amihez hozzá vagyunk szokva, és a visszajelzések alapján úgy látom, hogy nagyon tetszett mindenkinek. És mi volt a legnehezebb újra gondolni? Mi volt az a szent dolog, amihez nem mert még Mautnál Zsófi sem hozzányúlni? Hát természetesen a karcagi birka pörkölthöz a világért nem nyúlnék hozzá, úgyhogy ebben a menüben ugye tényleg ilyen modern, vagy kicsit felfrissített ételek voltak, de két dologhoz nem nyúltam hozzá, a karcagi birka pörkölthöz és a Ferdinándhoz. Ugyanis egy jászkun vagy alföldi ünnepi ebéd e kettő nélkül nem létezik, és azért ezekhez tényleg olyan sok hagyomány, meg évszázados múlt, meg családi receptek kapcsolódnak, hogy ezeket én is valahogy úgy szeretném becsben úgy tartani, ahogy ezek vannak. És hát kunmadarasi kötődéséről nem biztos, hogy mindenki tud, de azért megjelent a Ferdinánd, hiszen kunmadarasi volt a Ferdinánd, nem karcagi, és került bele egy kis kunmadarason saját kezűleg szedett homoktövis is. Így van, illetve a homoktövis az ugye a másik kis desszertben, ebben a kecskesajtos, kecskesajt krémes kis tortácskában volt. Ugye a homoktövis egyébként egy igazi szuper gyümölcs, ugye rettenetesen egészséges, nagyon sok vitamin van benne, és hát itt nagyon jól megterem egyébként ebben a földben, úgyhogy én remélem, hogy majd itt erre többen figyelni fognak, mert ez egy nagyon finom gyümölcs. És egyébként a karc, azt én is most tudtam meg, hogy a karcagi és a kunmadarasi Ferdinánd között az a különbség, hogy a kunmadarasiban van mazsola, a karcagiban pedig nincs. Úgyhogy én nagyon-nagyon izgultam, és remélem senki nem vette pofátlanságnak és szentségtörésnek, hogy egy karcagi rendezvényre kunmadarasi Ferdinándot hoztam. És hát azért különlegességek is voltak, itt hallottuk ezt a zergeszarvú, uborkaszerű savanyúságot is, tehát azt hiszem, hogy ezt is jó volt itt Karcagon megismerni. Nagyon jó volt megismerni, ugye ők egy nagykörűi fűszer- és gyógynövénykertből érkezett Grósz Tamás, ő mindenféle egzotikus növényt termel, és azokból hozott egy kis kóstolót, de hát nekem például óriási élmény volt, hogy mondjuk a tiszaörsi tarhonya, ugye a tészta üzemből, hogy őt milyen csillogó tekinteteket láttam, hogy atya úristen, egy tarhonyából el lehet készíteni például egy ilyen sütőtökös hát tésztasalátát, amit most itt ugye bemutattunk, úgyhogy a legegyszerűbb dolgokból is lehet kreatívan és változatosan főzni, és úgy, hogy azért így passzoljon szerintem ide a környezethez, meg a környékhez. Gondolom, hogy azért ezt a rendezvényt szeretnék máshol is megrendezni, és összehozni a helyi termelőket még több alkalommal. Hát most pont itt rögtön lecsaptak rám többen, hogy ez annyira jó volt, hogy ezt meg lehetne ismételni máskor, meg ugye kicsit bővítetten, hogy azért őszintén szólva, ugye most ez egy jászkun rendezvény, vagy jászkun ebéd volt, de hát azért például mondjuk gasztroturisztikai szempontból, ugye ez a régió mindenképpen azért még tágabban is értelmezhető, tehát mondjuk egy budapesti gasztroturista, vagy utazó, ugye azért úgy jön ide a környékre, hogy akkor beleveszi mondjuk egy hosszú hétvégébe a Tiszatavat, a Hortobágyot, Poroszlót, tehát
hogy ezt lehet még inkább szerintem tágítani majd a nagyobb értelemben vett régióra. Itt hallottuk az előbb, hogy ön lesz az arca ennek a megyei történetnek, és akkor reméljük, hogy a Balatonnál is megismerheti ezeket a dolgokat, meg a pesti séfek ismerőseit is elcsábítja esetleg egy hasonló rendezvényre, hogy ismerjék meg ezeket a ön által újra gondolt ízeket. Biztos vagyok benne, ugye a séfeket én már nagyon megfertőztem, tehát az, mert a budapesti klassz séfek is a Ferdinándról mindenképpen tudnak. Számos olyan budapesti séfet ismerek, aki egyszerűen megőrül a karcagi birka pörköltét, és biztos vagyok benne, hogy ha például idehoznánk őket, mondjuk a top séfeket, azért, hogy Kun Jani, aki a híres karcagi birkapörköltet ma készítette, például, hogy megmutassa nekik, hogy hogyan kell megfőzni, egész biztos vagyok benne, hogy arra tényleg akár neves séfeket is ide lehet csábítani. Reméljük, hogy sikerül, találkozunk akkor, és jó munkát kívánunk! Nagyon szépen, köszönöm!